Mint az élet minden területén, természetesen a horgászatban is rendkívül fontos az első benyomás, ami azt gondolom, hogy kézbe véve ezt a rendkívül masszív, nagyon egyben lévő orsót biztosan kedvező lesz mindenki számára, hiszen rendkívül jól néz ki, pontosan azok a design elemek, illetve színek jelennek meg rajta, amelyek a Concus Method Fader botokon is. Az első és legfontosabb dolog, amit erről az orsóról tudni kell, az a mérete, ami 8500-as, tehát egy kifejezetten távdobó típusról beszélünk, ami nem véletlen, hiszen a Concus Method fédereket is elsősorban a nagy távolságú Method Fader horgászathoz készítettük, illetve álmodtuk meg. Az ilyen nagyméretű távdobósok esetében mindig nagyon fontos jellemző azok súlya. Hát nyilvánvalóan egy 8500-as mérethez azért nem társulhat egy 3-400 g-os tömeg, azonban ez az orsó azt gondolom, hogy kategóriájában egy kifejezetten könnyű típusnak számít, hiszen a súlya alig több mint 500 g, így abszolút nem nehezíti el a pillekönnyű Concus Method Fader botokat, illetve a hasonló csúcskategóriás fédereket. Az jól látszik első blikre is, hogy egy fém dobbal van szerelve gyárilag az orsó, ami viszonylag sekély, a zsinór kapacitása 25-ös zsinórból 300 méter, ami azt gondolom, hogy abszolút ideális, és abban az esetben sem kell több száz méternyi alátét zsinórral bajlódnunk, hogyha ettől vékonyabb, mondjuk 20-as vagy 22-es zsinórt szeretnénk használni. A dobon nagyon szembetűnő, hogy kettő darab lekerekített fém zsinórklipsz is helyet kapott, amit azt gondolom, hogy elsősorban a versenyhorgászok fognak értékelni, hiszen számtalanszor előfordul, hogy egy versenyszituációban horgászunk egy bentebbi távot, majd ahogy a nap elfoglalja pozícióját az égen, a halak elkezdenek a part felé közeledni, így egy kintebbi távra kell váltanunk. A verseny végén azonban még egyszer meg kell horgásszuk a benti zónát, és ilyen esetben rendkívül jól jöhet az, hogy ezen a dobon, ezen az orson kettő klipsz is helyet kapott, így tulajdonképpen egy felszereléssel meg tudjuk oldani ennek a két távolságnak a meghorgászását. És ha már szóba került a dob, akkor egy nagyon fontos jellemzőjét hagy említsem meg az orsóknak, jár hozzájuk egy teljes értékű, tehát ugyanúgy fém, ugyanúgy kettő fém klipszel szerelt, és ugyanúgy viszonylag sekély pótdob, amit úgy gondolom, hogy szintén sokan értékelni fognak, hiszen egyre több olyan horgásztó van Magyarországon, ahol már meghatároznak egy minimális zsinórvastagságot, például 25-öst, míg mondjuk versenyen elsősorban 20-as, 22-es zsinórral horgászunk. Hát ilyen esetben nem kell újra zsinóroznunk a gyári dobot, mindössze feltesszük a pótdobot, és már készülhetünk is a nagyhalas horgászatra. Érdemes szemügyre venni ezt a zsinór dob alá futását megakadályozó szoknyát, ami annyiban profibb, mint amit egyébként más típusoknál megszokhattunk, hogy ez egyáltalán nem lötyög, mindössze egy minimális játéka van, és nagyon közel helyezkedik el a dobhoz, így valóban betölti funkcióját, és valóban megakadályozza azt, hogy a dobás után esetleg a zsinór beugorjon dobunk alá, ami rendkívül kellemetlen szituációkat eredményezhet. A dobról tehát ennyit. Azonban az orsó műszaki tartalmával kapcsolatban mindenképpen nagyon fontos elmondani, hogy az áttétele 5,01-es, ami egy nagyon könnyed futást és viszonylag nagy zsinórbehúzást eredményez, ez nyilván a távdobósok esetében alapvető fontossággal bír, illetve azt is tudni kell, hogy az orsó belsejében 5+1 csapágy kapott helyet, amelyek japán acélcsapágyak, ezek azt gondolom, hogy hosszú évekre szavatolják az orsó megbízható működését, illetve használhatóságát. Természetesen a többi alkatrész, tehát a hajtókar is egy CNC forgácsolt fémhajtókar, nagyon kényelmes, ergonomikus, gumírozott fogantyúval, amelyről nem csúszik le a kezünk esős körülmények között sem, és azt gondolom, hogy bármilyen körülmények között lehetővé teszi az orsó határozott használatát. És végezetül, ami nagyon fontos jellemzője tud lenni az orsóknak, az a fékrendszer. Hát nem véletlenül beszélünk egy japán tervezési orsóról, hiszen elképesztően precíz fékkel van ellátva a Concus Method Fader orsó. Ezzel a háromágú fékcsillaggal nagyon könnyen, gyakorlatilag gond nélkül tudjuk állítani a fékerőt, ami viszonylag tág határok között állítható, azonban a fékút kifejezetten rövid, tehát nagyjából kétszer tudjuk teljesen körbetekerni a fékcsillagot, míg a teljesen kilazított állapotból megkapjuk a teljesen beszorított állapotot. Így egy viszonylag gyorsfékes orsóról beszélünk, ami azt gondolom, hogy a mai modern Method Fader technika esetében már alapvető elvárásnak is tekinthető a hasonló kategóriájú orsókkal szemben.
Én azt gondolom, hogy aki ismeri már a konkurszmetod féderbotokat, azok biztos, hogy ezt az orsót is érdeklődve fogják megvizsgálni a boltok polcain, és bizton állíthatom, hogy nem fognak benne csalódni, hiszen egyértelműen az volt a célunk, hogy csúcskategóriás botjainkhoz egy minden szempontból megfelelő orsót dobjunk a piacra.